vagyunk, ez a Sárközinek egy kis szelete, az öt sárközi községből Őcsény, Nyed, Sárpil és Alsónyék, Bátár közül az Őcsény szőlőhegyen vagyunk. Tehát az Őcsényi két tanya, Őcsényi hegyi két tanya 200 éves, és a berendezés nyilvánvaló régi tanyákban nem ilyen volt, mint itt. Az itt látható népművészeti magángyűjteményt édesapámnak, Bogár Istvánnak köszönhetem, aki tanító és a népművészeti értékek gyűjtője volt az 1943-as évektől kezdődően, és az ő munkásságának a tárgyi gyűjtését láthatjuk itt. Családi eredetű a gyűjtemény. Tanyákat nem rendezték be ilyen díszesen, mert itt látunk egy tiszta szobát, egy sárközi tiszta szobát, de itt tudta csak a gyűjteményt elhelyezni. A sárközi tiszta szoba, és általában az országban is a tiszta szoba minden tájegységben azt mutatta meg, hogy milyen a család anyagi helyzete. Itt láthatunk egy 1809-es sarokpadot, aztán 1853-as felvetett tárgyat, 1853-as ládát, egy szemes kályhát, és természetesen a tálost, amire rá van írva, 1967, Bogár István és Lovas Éva, annak a dátumnak az időpontja, továbbá az édesapám, aki, mint említettem, itt összeszedte a gyűjteményt, illetve idehozta, és az a dátum, amikor ezt itt megalapította. Akkor még 35 fazekas volt Szekszárdon. És abból a 35-ből kb. 20-valahányan sárközit csináltunk. Most Szekszárdon úgy tudom, hogy én csinálom egyedül a sárközit, senki más. A környékben még van egy-kettő, aki foglalkozik sárközi kerámiával. Az alapfestéket, és aztán ebből fogok beledíszíteni majd, hogy folyékony állapotban még. A sárközi jellemzően három alapszíne van, a vörös, a fehér és a fekete. Tűzszín a fehér, hát fekete alapon természetesen a fehér, a vörös, a zöld és a sárga. És ez az egyik legnehezebb díszítési technika a kerámia. Amit ott szembe látok, az is, azon is ezek a színek. Tele legyen díszítve, az volt a fontos. Egy régi tiszta szoba képét, ha valaki megnézi, akkor ott van körülbelül 30 kerámia, vagy 40, és az egyik díszítettebb, mint a másik. Nagyon sok dísz, és hát itt nem sárközben készültek, nagy rész nem sárközben készültek. Múrágyon is, ugye? Múrágyon, Szekszárdon, Baján, és még Siklóson is. Ez a technika, tehát ezt nagyon nehéz megcsinálni igazán olyanra, hogy ez mutatós is legyen, mert hát folyik még a festék össze-vissza, és nagyon oda kell rá figyelni, hogy mennyire teszi rá az ember az írókát, mert rögtön eldugul. Sárközi színes hímzés történetéről annyit, hogy ez valamikor az egész néprajzi tájegységben divat volt, kihalt,
a hosszú török idők alatt, meg a történelem viharába eltűnt, és ez itt ezen a kis szigeten megmaradt. Ez egy nagyon pici néprajzi tájegység, egy 300 négyzetkilométer területű összesen, 5 falu tartozik hozzá, jelenleg valamikor ezen a területen sokkal több falu volt, de elpusztultak. És ahogy gazdagodtak, a régi hagyományokat elfelejtették, és elteltek évek, valaki kis láng megmaradt imitamot, ahol foglalkoztak vele, aki nagyon mondta, Mester Lajosné gimnáziumi tanár, hogy itt van egy nagyon szép dolog, mutat nekem valamit. És mutatott egy könyvet, amiben volt Jézusom, mondom, de szép ez a hímzés, hát ez micsoda, hát ez a sárközi színes hímzés. És akkor én kerestem, tudatosan hímeztem, és utána 137 asszonyt tanítottam. Uh-huh. És ebből a 137 asszonyból 20 szebben csinálja már mindig. Sokszor megkérdezik tőlem, hogy tessék mondani, mennyi idő alatt lehet ezt megcsinálni, mondom, 2 év és 2 hónap. Azt mondja, hát hogy? Hát mondom, 2 évig tanulja, 2 hónap alatt megcsinálja. Most a kiállításra, amit majd viszek, az párna minta, bíborvég és jegykendő minta. Ez a 3 profil, amit szeretnék megismertetni mindenkivel, és remélem, hogy tetszeni fog mindenkinek. Na. Hogy egy gyerek maradjon? Nem, hogy... nem kül mindig. Sárközben azért maradt egyke, aha, vagy egyke, vagy egy sem, hogy a vagyon megmaradjon. Igen. Aha.